Érdekes, remélem mindenki hallotta és megjegyezte, hogy mi az, amire ma figyelni kell a fővárosi közlekedéssel kapcsolatban. De következő vendégünk már itt van velünk a stúdióban, a Atina. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! A parkolási rendszerre van bajod. Van nekem. Mert, hogy többször megbüntettek, igen, és úgy érzed, hogy igazságtalanul. Mi történt? Ja, hát nem azt mondom, hogy igazságtalanul. Dühöng, örjöng a jó, hát ezt nem miatt. Csak tudd, hogy mit mondtunk róla, de ez fontos. Tényleg? Nézd, hát én általában kicsit sok vagyok mindig érzelmileg fölfelé. Igazából semmi különös nem történt, az, ami nyilván naponta 100 emberrel még rajtam kívül, tehát nem ez a szenzáció, vagy nem szenzáció ez, hanem azért jöttem, hogy így megbeszélgessem ezt veletek, meg ugye aki néz minket, hogy valóban tényleg az ember ugye leszállsz valahol, leteszed az autót, és mobil parkolsz, és kapsz egy SMS-t. Igen, és utána, ennyi. Mit tudom én, 3-4 óra múlva kapsz, negyed óra múlva lejár. Aztán kapsz egy SMS-t, hogy lejárt. Na most, amikor az ember próbál reggeltől estig, és színpadon van, és én most ezt játszom 10-től este 10-ig, ben vagyok, leteszem egy helyre az autót, és ott van. És akkor mobil parkolok, és aztán egyszer csak elfelejti az ember, mert színpadon vagy, mert nem akkor jut eszedbe, mert úristen, és lejár, és fél óra múlva, mikor eszedbe jut és fejedhez kapsz, akkor küldesz még egyet, mert azt hiszed és reméled, hogy pont kikerült-e és nem vette észre a parkolőr. Ám de mikor este 10:30-kor odamész az autódhoz, akkor azt tapasztalod, hogy kifizetted az egész napodat, kivéve azt a fél órát, amikor elfelejtetted, plusz rajta van a büntetés, tehát mondjuk 800 forint helyett, mert én olyan helyen parkolok direkt, hogy ne legyen 440 per óra, mert azt úgy nem szeretem, meg nem bírnám. Az meg plusz a büntetés. Tehát most én azt szeretném kérni a parkoló emberek, társaság, hogy kerestük küldjenek. Egyébként a parkolási társaságnak a vezetőjét, nem kívántak nyilatkozni. Nem akartak most beszélni erről Féltek a témáról. Féltek, hogy az asztalt rájuk borítom valamit. Féltek tőled. Figyelj csak, hogy azt szeretném kérni. De akkor így jött ugye a probléma, hogy te duplán fizettél, ez itt a gond. De nem csak én, hanem mindenki így van ezzel. Tehát mindenki, aki már nem tudsz lemenni, mert ugye nem itt parkolok, ahol a színház van, hanem arrébb parkolok, mert a színház az 440 forintos. Azt én azért 10-től 10-ig. Csak az a baj, tudod, hogy ugye megvan, tehát 3 óra a maximális idő, amit lehet de parkolni, utána rá tudsz mobil küldeni. Parkolni. Utána ráküldesz, de küldenek ugye figyelmeztető SMS-t. Most ebben az esetben még az sem biztos, hogy Viszmajorról lehetne beszélni, vagy semmi, arról. Semmi nincs, minden rendben van, minden tiszta, csak azt szeretném kérni most, hogyha engem megbüntetnek, akkor küldjenek egy SMS-t, hogy megbüntettek. Érted? Ja, ért. Küldjenek rám egy SMS-t, miután állandó SMS-ben vagyunk, küldjenek egy SMS-t, hogy megbüntettek, és akkor én azt a következő... Feleslegesen nem fizetek. Nem fogom kifizetni. És akkor nem fizetsz tovább. Érted? Mert ha én reggel 8-kor letenném az autót fizetés nélkül, akkor kapok egy darab csekket este 6-ig. Érted? Ez mondjuk egyébként jogos kérés. Próbáltad visszakérni a pénzt, hogy van lehetőség? Ja, nem akarom visszakérni, mert most én, nem ez a lényeg most, hogy ezt a 3 forintot, hanem így az országban szeretnék rendet tenni. Hát igen, ezzel mert hogyha egyszer már megbüntettek, akkor utána ne kezdjél el újra fizetni, mert hogyha már igen. Tudod, hogy megbüntettek, akkor az egész napra szól az a büntetés. Pontosan. És ha azt mondják, hogy ez az SMS így, mert tegyék rá azt a 75 forint tranzitdíjat, és küldjenek nekem egy. Igen, teljesen logikus, hogyha arról küldenek, hogy igen. Elindult, arról küldenek, hogy hamarosan véget ér, le fog járni, tehát fizess tovább, így akkor van. Miért küldenének arról, hogy nem beszélve még arról is, hogy mondjuk előfordulhat az az eset, hogy jön egy ilyen helyes kis bohós kis kamasz kis társaság, aki elkezd az enyémmel játszani. Tehát magyarul leveszik a cuccot az autómról, érted? Hát igen, csak hogy ezt nem lehet bizonyítani egyébként. Tehát, hogy... De figyelj, fölteszik a... Az egy nehéz kérdés, igen. De várjál, fölteszik a papírt és nekem az az egyetlen bizonyíték, hogy én tartozom. Na most jön valaki és leveszi, játszásiból leveszi. De, igen. Én oda megyek, és azt hiszem, hogy nem vagyok megbüntetve. És akkor évek múlva, mint ahogy most pont ma beszéltem valakivel, 2005-ös 3000 forintos földuzzat 70 000-re. Ajánlott levélként meg is kaptad, gondolom. Nem én, ezt nem én kaptam meg, hanem az, akivel beszéltem ma. Érted? Tehát ez is előfordulhat. De meg arról beszéljünk, hogy az hogyan lehetséges, hogy elmész a színházba, egész nap ott kell, hogy legyél, és egész nap ki kell, hogy fizessed a parkolásodat, nem biztosítanak neked parkolóhelyet? Nem. Vagy nem biztosítják azt, hogy ott tudjál ingyenesen parkolni, vagy nem lehet bejelenteni? Nem. Nincs. Nem nekem. Nincs. Vannak színházak, akik, mit tudom én, ilyen... Tehát ti, akik nem vagytok túlfizetett színészek, még erről is gondoskodjatok, igen, ugye magatoknak. Igen, és hát a színházunk, mondom, olyan helyen van, hogy 440. Tehát én azt csináltam, hogy én vettem egy BKV bérletet egyébként, leteszem az autót egy 175 forintos per órába, és akkor BKV-val jövök, megyek. És akkor ez nem lenne baj, csak akkor még pluszban 800 forint helyett, vagy mit tudom én, mennyi helyett kifizetsz 4000 forintot,
Tehát üzenetet kérek a BKV-tól, vagy a parkolótársaságtól. Hát mi kerestük őket, most nem sikerült elérni őket. Hát ennyi. Köszönjük Reméljük, szépen. Hogy fognak reagálni érdemben. Köszönöm Köszönjük szépen. Remélem én is.